Csád Géza, anyagyilkosság. Ha szép és egészséges gyermekeknek korán meghal az apjuk, ebből rendesen baj származik. Wittmannak két fia volt már, 4 és 5 évesek, amikor egy napsugaras, csak kisészeles novemberi délutánon búcsút mondott a világnak. Elég könnyen halt meg, és egészben nem sok bánatot hagyott maga után, ami helyes és méltánylandó. A felesége, akit ott hagyott, szép asszony volt, de szelíd természetű és erősen önző. A férjét soha se kínoszta, de egy bizonyos fokon túl soha se szerette. Férfiaknál sokkal megbocsáthatóbb ez, mint az asszonyoknál, akiknek egész életét igazolja, menti, sőt, értékessé is teszi az ilyen erős, bár sok tekintetben oktalan érzelem. Wittmannének azonban szintén meg kell bocsátanunk, mert végre is 2 szép és erős fiút hozott a világra. Az utcában, ahol egy 2 emeletes rozog a falépcsőjű házban laktak, a szőke gyászruhás Wittmannét határozottan méltányolták. Pedig eleinte gyenge csípőjű és gyerekszemű volt ez az asszony. Mondom, mint ember, se jó, se rossz. A 2 fiát éppen olyan keveset csókolta, mint verte. Kevés közük volt egymáshoz, amint az lassanként mind jobban kiderül. A fiúk a szomszédba jártak játszani. Hosszú délutánokon át késő estig nem mutatkoztak. Keveset és csak egymás között beszéltek. Fekete kis szemeikben Wittmannak, az apjuknak lelke csillogott. Padlásokra mászkáltak, régi ládákban szagláztak, macskákat hajkuráztak, gyakorta utánuk mászva a padlásjukakon át ki a háztetőre is, a magas tűzfalakig, a sajátságos formájú füstös szájú kéményekig. Míg a nyár tartott, fürödni jártak a folyóhoz, és madarakat fogtak az erdőben. Wittmanni enni adott nekik, és tiszta alsót szombaton este. Az iskolába is velük ment, ha iratkozni kellett. Különben csendesen élt, és csendesen hízott a nő. Egy bankhivatalnokkal ismerkedett meg férje halála után 1/2 évre. Aki fiatal és szép gyerek volt, borotvált állal, széles vállakkal, de finom rózsaszínű és lányos arcbőrrel. Wittmanné vágyott reá. És bár nehezére esett, sőt, fáradtságába került, kacérkodott is vele. A hivatalnok kísérgette, meglátogatta, teát kapott és csókokat. A férfi unalomból meg lustaságból nem hagyta ott a nőt. Wittmann fiai keveset törődtek az anyjukkal meg a szeretőjével. Terveik és dolgaik voltak. Gimnáziumba kerültek. Megnyúltak, vékony és erős csontjaikon, mint acéltrótok feszültek ki kicsiny izmaik. A tanulás könnyen intézték, felkelés után 1/4 óra alatt. Az iskola egyáltalán nem játszott szerepet az életükben. Nagyúri foglalkozásnak ismerték fel az élést, s öntudatlanul és korán a saját szükségleteikhez formálták az időt. A padlás egy rejtett zugába rendezték be a kis boszorkány konyhájukat. Nyilak, gumipuskák, kések, fogók, kötelek és csavarok voltak itt összegyűjtve, elrejtve és osztályozva. Szeles őszi estéken, ha megették a vacsorát, az anyjuk egy piros kötésű német regénybe merült, halkan és gyors léptekkel lesvantak az utcára, futásnak eredtek, bejárták a félvárost. Lesbeálltak. Kóborkutyáknak hurkot vetettek a nyakába és hazacipelték. Bekötötték az állat száját, és deszkára húzták. Apró lámpájuk, mint az erdő elátkozott kastélyainak távoli világa fény lett a nagy padlás barna nedves homályában. A 2 fiú pedig óvatos, izgatott lassúsággal fogott hozzá a munkájához. Fölhasították a kutya melkasát. Leitatták a vérét, s munkájuk közben hallgatták az állat rettenetes tehetetlen nyögését. Megnézték a dobogó szívet. Kezük közé vették a meleg mozgó kis gépet, apró szúrásokkal rontották le a tömlőt, a billentyűket. Kifogyhatatlanul érdekelte őket a fájdalom misztériuma. Nem egyszer megkínozták egymást is közös megbeszélés szerint veréssel vagy csipkedéssel.
Az állatkínzás pedig komoly és természetes szenvedélyükké vált. Egész légió macskát, csibét, kacsát pusztítottak el folyton fejlődő sajátságos módszereikkel. S a dolgaikról senki se tudott. Biztonsággal, férfias gondoskodással és meggondolással tudtak elrejtőzni. Különben a házban keveset törődtek velük. Az első emeleten egy öreg törvényszéki hivatalnok lakott, aki keveset volt otthon, és egy varrónő, aki 4 lánnyal dolgozott. A második emeletet Wittmanékon kívül csak a ház tulajdonosa lakta. Egy egészen fiatal ember volt a tulajdonos fia, aki nem sokat törődött se a házzal, se a lakókkal. A földszinten egy üveges és egy rőfös üzlet volt. Senki se tudta, hogy ezekben a boltokban mikor járnak vevők. A Wittmann fiúk a maguk számára foglalhatták le a házat. A kis piszkos udvarban sohasem lehetett embert látni. Az az egyetlen ecetfa, amely az udvar közepén állott és annyi esztendeje meghozta rügyeit, leveleit és virágait, valószínűleg érezte, hogy mindez nem jól van. Az élet azonban a kis emeletes házban is haladt előre, mint mindenütt másutt. Talán csak a 2 fiú volt, akik jól mulattak, mindig mertek gondolni a holnapra, és a holnap utára is. Egy szeptemberi estén kipirulva, lihegve jöttek haza. Egy összekötözött baklyot cipeltek magukkal. A régi templom padlásán másztak érte. Egy hétig vizsgálódtak és kutattak utána. Megbeszélték, hogyan fogják el, és hogyan ölik meg. Sikerült. Csillogott a szemük, és erős vállaikban egy férfi erejét érezték, amikor vágtatva sötét utcákon hazaértek a diadallal. A bagoly régen érdekelte őket. A feje olyan, mint 2 nagy szem. Az agyában csodálatos régi mesék vannak elrejtve. 100 évnél is tovább él. Bagoly kellett. Kellett. Megvolt. Egyenként szedték ki a bélyeket a melléből, és figyelték, amint a titokzatos madár szemében a fájdalom színes tüzei egymás után kigyúlnak. Aztán drótokkal csavarták körül a szárnyának a tövét, a lábait, a csőrét, és így hipeckelve sokáig szótlanul bámulták. Arról beszéltek, hogy a madár tulajdonképpen csak egy ház, ahová a kín beköltözött és ott lakik, míg csak a baglyot meg nem ölik. De hol lakik, minden valószínűség szerint a fejében. Aztán elhatározták, hogy éjjelre otthagyják, mert úgy izgalmas és szép lesz az ágyba fekvés. Valóban izgatottan vetköztek le, és azután csak arra hallgattak, hogy a padláson jön-e valami nesz. Úgy érezték, hogy valami feszes ruganyosság szállja meg a tagjaikat, mintha a lekötözött, vonagló állat hiába pazarlott ereje feléjük, rájuk suhanna. Így aludtak el. Álmukban együtt jártak végig nagy mezőket, óriási fehér lovak hátán veszett vágtatásban. Szédítően magas hegycsúcsokról repültek felfelé, és meleg, véres tengereket úsztak át. Ami fájdalom és szenvedés csak lehetett a földön, mind ott vonaglott, sikoltott és üvöltött a lovaik patája alatt. Az ébredéskor napsugaras reggel mosolygott rájuk. Könnyen ugrottak ki az ágyból. A cselédtől elkérték a reggelit, mert Wittmanné 10 óráig szokott aludni. A bagolyhoz siettek, és egy óra alatt most már végeztek vele. A szemeit szedték ki előbb. Azután a mellkas bontották föl, most már felszabadítva a madár száját, mert a hangját akarták hallani. Ez a hang, ez a csontigható rémes hang minden képzelhetőt felülmúlt. De éppen emiatt rövidesen kellett intézni a dolgokat, a kivégzést és az elásást, mert félni lehetett, hogy meghallják a házba. Egészben nagyon meg voltak elégedve, a dolog megérte a fáradtságot. Délután az idősebb fiú egyedül ment el hazúról. Egy házban fölfedezett valamit. Félig mezítelen lányt látott az ablakon keresztül az egyik szobában, aki rózsaszínű ingben fésülködött. Az utca sarokról visszafordult, még egyszer benézett a szobába.
A lány most háttal állt a szoba mélyén, fehér válla szinte csillogott a napfényben. A fiú bement a ház kapuján. Egy öreg asszony jött felé, de ugyanakkor egy oldal folyosó végén megjelent a fésülködő lány. A fiú feléje ment, és azt mondta, hogy közelebbről látni akarta őt, mert nagyon tetszett neki. A lány gyengéden megsimogatta a nyúlánk, rövidnadrágos fiú tiszta arcát, aki egy szökéssel átölelte a nyakát, és ajkaival hozzátapadt az arcához. Ez alatt körös körül ajtók nyíltak ki halkan, és fiatal lányok fejei tekintettek ki rajtuk. Csak hamar azonban nesztelenül visszahúzottak a fejek. A folyosó végén kék üvegű mélységet, arra vezette a lány a nagyobbik vitvan fiút. Lebocsátották a függönyt. A délutáni napfény sárgán szűrődött be a parfümillatos szobába. A lány a szőnyegre hengeredett, és mozdulatlanul engedte magát csókolni, ölelni. Vitvan fia a bagolyra gondolt, és átvillant az eszében az, hogy mindaz, ami az életben szép, nagyszerű és izgalmas, miért rettenetes, megmagyarázhatatlan és véres egyszer s mind. Csak hamar azonban ráunt a játékra. Csalódottan kelt fel, várt és tágra nyílt szemekkel nézte a nőt. Hamarosan elbúcsúzott azután, de megígérte, hogy máskor is eljön. Megkérdezte a lány nevét, Irénnek hívták. Igen szépnek találta a nevet, és végül ezt mondta. Kezét csókolom. Aznap késő estig a mezőkön bandogolt a két vitman fiú. A történtekről nem esett szó. A nagyobbik azt mesélte, hogy a levegőben lények laknak, amelyek az emberekhez hasonlítanak, s enyhe szél fúj, érezni, mint úszik a testük a levegőben. Azután megálltak, behúnyták a szemeiket, és kiterjesztették a karjaikat. Az idősebbik fiú azt állította, hogy hatalmas, puha testű léki asszonyok imbolyognak körülötte, és hátukkal és mellükkel az arcához érnek. Néhány perc múlva az öccse jelentette, hogy szintén érzi az asszonyokat. Otthon az ágyban is még a légasszonyairól beszélgettek, és nyitva hagyták az ablakokat, hogy ők bejöhessenek. Be is jöttek. Nesz nélkül siklottak be, az ablaküveget alig érintették bársonyos hátukkal, és lebegve úsztak oda, nyújtoztak melléjük a paplanra, a vámkosra. A nyakukat odahajtották a fiúk szájához és arcához, majd ismét tovább csúsztak ernyett, lusta és mégis könnyed mozdulatokkal. Egész éjszaka velük maradtak a szobában. Összefogóztak, hajladozva, mosolygó arccal lebegtek az ablak felé, majd újra feléjük húztak, reájuk feküdtek és hozzájuk sígultak. Csak amikor a nappal ragyogó meleg sugarakkal betört a szobába, távoztak el az ablakon keresztül lassú, álmatag vánszorgó surranással, és szétfoszlottak a friss reggeli levegőben. Ezen a napon a két vitman fiú együtt ment a leányhoz. Meleg májusi délben az iskolába jövet arra kerültek és besurrantak a kapun. A nő feléjük jött mosolyogva kócosan, de üdeghangos nevetéssel, és bevezette a vitmanokat a szobájába. Lerakták a könyveiket. A szőnyegre kucorodtak, lehúzták magukhoz a leányt, csókolták, harapták, ölelték. A nő csukott szájjal nevetett, és lehúnyta a szemeit. A fiúknak egymásba villant a szemük. Mind a ketten ütni kezdték. A leány most már tele szájjal kacagott, mintha csiklandozták volna. A két vitman birtokába vette a leányt, csipkették, leszorították, hengergették és megkínozták. A nő mozdulatlanul lihegve engedte, hogy tegyenek vele, amit akarnak. A fiúk vörösre pirult arccal simultak rózsaszínű sejem pongyolájához, és csak hamar abba hagyták a mulatságot. Összeszedték a könyveiket, azt mondták a leánynak, hogy ő a legszebb nő mindazok között, akiket valaha láttak. A nő azt felelte, hogy szereti őket, de ha másszor jönnek, hozzanak neki valamit, édességet vagy virágot. A nagyobbik vitman kijelentette, hogy meg lesz elégedve azzal, amit hozni fognak. A leány a kapuig kísérte őket, és megcsókolta a kezeiket.
Ebéd után a szobájukba zárkoztak, és a lányról beszéltek. Megállapodtak abban, hogy amit tapasztaltak, az összehasonlíthatatlanul felülmúlja összes eddig kalandjaikat, még a bagoly kínzását is. Csak ezért érdemes élni, mondta a kisebbik. Ez az, amit annyi fáradtsággal kerestünk, jelentette ki a másik. Ragyogó meleg májusi délutánban könyvek nélkül indultak az iskola felé. De egyenesen a ház elé, a leányablakához mentek. Nem volt ott senki. Visszafordultak. Másodszorra meglebbent a függöny, és kinézett a leány. Megálltak. A leány kinyitotta az ablakot. Holnap délben jöttök? Kérdezte mosolygó arccal. Értek akkor, hozzatok valamit. Intett, és becsukta az ablakot. A fiúk elpirultak, és szívdobogást kaptak a látásától. Ékszert fogunk neki hozni, aranykarcsatot vagy gyűrűket, jelentette ki hosszú hallgatás után a nagyobbik Wittmann fiú. Igen, de honnan veszed? Van anyának, kérünk tőle. Nem ad. Az öreg szekrény kulcsát megszerezzük. Nem adja ki a kezéből a kulcsokat. Pedig 4 aranykarcsatja van, és 7 gyűrűje van. Az ujján is hord 3 gyűrűt. Este ott settenkedtek a szekrény körül, és szemlét tartottak az anyjuk drágaságai fölött. Volt közöttük 2 pompás rubintokkal és gyöngyökkel kirakott karperec. Kérték Wittmannét, mutassa meg nekik a holmit. Az asszony, a nyakas természetű puha szőkenő, kikergette őket. Kissé félt a fiaitól, nagyon távol érezte őket magától. A fiúk az utcára szaladtak tanácskozni. Nem lehet tőle kérni, semmi szín alatt. Nem fogadni, nem, nem. Ki kéne törni a szekrényt? Fölébred, lármát csinál, megint csak nem vihetjük el neki. Nem fog fölébredni. Tele volt a szívük gyűlölettel a szőke, kék szemű, lusta és kövér anyjuk iránt. Szerették volna őt is megkínozni. Én betöröm az egyik üveg falat a késem nyelével, és több zaj nem lesz. Te világítsz a tolvajlámpával. Benyúlok és kiszedem az összes karcsatokat és gyűrűket. Ne vigyük el mind. De igen, mind elvisszük. Neki nem kell. Ne maradjon neki semmi. Hadd bögjön utána. A padlásra szaladtak föl. A szerszámok között szemlét tartottak. Magukhoz vettek egy vésőt, egy harapófogót, megvizsgálták a lámpást, és mindezt zsebre vágták. Sietve lementek azután, és lefeküdtek. Előbb azonban átnéztek az ajtó alatti résen, és láthatták, hogy az anyjuk szobájában már sötét van. Vetkőzés közben elhatározták, hogy csak éjfél tájban mennek át. A harisnyát a lábukon hagyták, nehogy ropogjon a padló. És úgy feküdtek le, éberen, de nyugodtan. Az ágyaikban felkönyökölve suttogva tervezgették, hogy délben iskola után szaladva mennek a leányhoz. A kincseket a padláson fogják elásni, és apránként elhordani. Reggel tagadni fognak, és ha az anyjuk ütni akar, elszaladnak. Örömet éreztek arra gondolatra, hogy ő dühös lesz, tehetetlenül sírni fog, ha majd nem fogja találni az ékszereket. Egy pillanatra se kerül többé szó arról a lehetőségről, hogy fölébredhet. Majd fölkeltek az ágyból, kinyitották az ablakot, és kihajoltak a langyos májusi éjszakába. A kutyaugatások, a kocsik zörgése, amelyek időnkénti fölhangzásukkal szakaszokra tagolták az éjszakát, nem rövidítették meg az órák lassú múlását. Mikor végre a toronyóra lassan elverte az éjfélt, készülődni kezdtek. Meggyújtották a kis lámpát. A fiatalabb Wittmann fiú a harapófogót, a reszelőt és a lámpát vette magához, a másik csak a hosszú pengéjű kinyitott zsebkését. Ő ment elől. Biztos nyugodtsággal lopoztak át a középső ebédlőszobán.
Azután a nagyobbik fiú előre ment, és kinyitotta a Wittmanné hálószobájába vezető ajtót. Az ajtósarok semmit se nyikorgott. Föllélegeztek. Wittmanné a fal felé fordulva nyugodtan aludt. Csak kövér széles háta látszott belőle, amelyet kötött hálóköntös takart. Elhelyezkedtek a szekrény előtt. A fiú fölemelte a kést, hogy beüsse a szekrény kis üvegfalát. Pár pillanatig habozott, azután rácsapott az üvegre. A csörömpölés nagy, szörnyű erős volt. Olyan erős, mintha egy csomó üvegpoharat ládába csomagolva dobtak volna le valami emeletes házablakából. Wittmanné megmozdult és megfordult. Azután felkönyökölve kinyitotta a szemeit. Az arca bosszúságot és csökönyös haragot fejezett ki. De szóhoz nem jutott Wittmanné, mert az öregebbik Wittmann fiú odaugrott az ágyhoz, és késével a mellébe döfött. Az asszony lehanyatlott, és jobb kezével a levegőbe hadonászott. A kisebbik már akkor az ágyon volt, és lefogta a lábait. A nagyobbik kihúzta a véres kést az anyja melléből, és még egyszer bedöfte. Nem volt rá szükség, mert már halott volt. A melléből a vér lassan patakzott benne a paplan alatt. Na, ez rendben van, mondta az idősebbik. Most szedjük elő a dolgokat. Kirakták a szekrényből az ékszereket, karcsatokat, a melltőket, gyűrűket, az órát és a hosszú aranyóraláncot. Nyugodtan kirakták az asztalra a megszerzett, elhódított kincset, osztályozták és egyetértően elosztoztak rajta. Most siessünk, meg fogunk mosdani és átöltözünk. Átmentek a szobájukba, megmosták a kezeiket, de az átöltözésre nem volt szükség. A ruháikon sehol nyoma se volt a vérnek. Majd újra visszamentek a helyszínre. A fiatalabbik Wittmann fiú kinyitotta a középső szoba ablakát, és ott várta a bátyját, aki Wittmanné szobáját belülről bezárta, és az ablakból a párkányra kilépve bejött a nyitott ablakon. Az utca köröm sötét volt, halálos csönd uralkodott, de sietni kellett, mert a toronyóra egyet ütött, és ők még aludni akartak. Levetkőztek, ágyba bújtak, és az izgalmaktól holtra fáradtan, pár pillanat múlva már mind a ketten mélyen aludtak. Reggel a takarítónő ébresztette fel őket, aki mindig pontosan 7:30 érkezett. Megszokta már, hogy Wittmanné 10:00 kell, és azért a szobájába nem is ment. Az ebédlő tisztasága után rendesen a fiúkat verte föl, akik hamarosan megmosdottak, megreggeliztek és eltűntek zsebeikben a kincsekkel. Még iskola előtt? Jó! Az előadáson pontosan ott kell lenni. Hogyne, ma különösen. 11 órára úgyis hazahínak. Siessünk! A ház kapuja nyitva volt. Míg a folyosón a leány ajtajához jutottak, senkivel sem találkoztak. Benyitottak. A nő kipirult arccal mélyen aludt. Kitakarták és megcsókolták. Azután előszedték a zsebeiből a drágaságokat. Reárakták a hasára, a melleire, a combjaira. Nesze, ezt hoztuk. Ez mind a tiéd. A nő nehezen, de mosolyogva tértőn tudatra. Magához ölelte a két gonosztevő kemény kis koponyáit, köszönte a látogatást, és befelé fordult. Ma vagy holnap jövünk? A fiúk ezzel búcsúztak, és elsiettek az iskolába.